Sziasztok! Én Szabolcsi Péter vagyok, a Természet Videók csatorna és a feliratkozással az állatokért projekt megálmodója. Úgy gondolta, mivel mindjárt megvan a 4000 óra, ezt egy hajnali videózással fogom megünnepelni, amit persze nektek is szánok. Van. Elég szeles az idő, gondolkodtam rajta is, hogy menjek, ne menjek, de úgy döntöttem, hogy miért ne. És helyszínnek nem mást választottam, mint a Koloska völgyet. De megyek, mert kb. Egy órás az út, és még jó lenne 5 óra előtt odaérni, hogy a napfelkeltét is fel tudjam venni. Persze. Hogyha az idő engedi, és inkább az időjárás. Na, ide is értem a bejárathoz. Ahogy azt látni lehet, korom sötét van. De én erre gondoltam, és hoztam egy fejlámpát. Mivel ti se láttok sokat, meg én se igazán, így majd a völgyből folytatom. Az előbb kicsit ijesztő volt, tőlem kb. 2 méterre bokorból 2 világító szempár nézett. Aztán rájöttem, hogy egy őz. Lekapcsoltam a fényt, aztán arrébb ment. Sajnos nem tudtam felvenni. Amúgy az is érdekes, hogy előbb megéreztem azt a vadszagot, mint hogy megláttam volna. Elég felhős az ég, igaz, ahogy néztem, 4 óra körül elvileg esni fog egy kicsit. Nem baj, felkészültem arra is, de irány tovább a völgybe. Na, közben ide értem a völgybe. Az előbb megint láttam egy őzikét. Lehet ilyen sötétbe képtelenség felvenni. Gondolom, ti se láttok semmit. Most van 4:30. Ott megint van valami. Na mindegy. 4:30. Van 1/2 órám, hogy felérjek a sziklák tetejére. Aztán onnan folytatom. Úgy látszik, nem vagyok egyedül az erdőben. Hát itt jobb oldalt pár sátor. De nem is baj. Jobb a tudat, hogy más is van itt. Nem csak én egyedül. Az erdő közepén. Hol is van a feljáró? Ja, még itt tovább. Tényleg, hogy lámpa nélkül semmit nem lehetne látni. Fel is értem a hegy tetejére, úgyhogy nekiállok most a videózásnak. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na és amíg itt készül pár felvétel az iPhone-nal, addig én megkávézok. Úgyhogy egészségetekre. Na most, hogy megkávéztam, most szerintem lövök innen fentről még pár képet. Timelapse videók készülnek. Aztán majd lejjebb megyek, folytatom a videózást. Aztán majd még meglátom. Megpróbálok pár állatot is felvenni. Thank you.
Lejöttem a hegyről, megálltam kicsit tölteni a telefont, megiszok egy kávét, aztán, hogyha egy kicsit rátöltöttem, akkor megyek tovább videózni. Patakot is szerettem volna felvenni, de eléggé ki van száradva. Talán majd arrébb, nem tudom. Majd kiderül. Itt van egy pici tó amúgy, amiben most éppen elég kevés a víz. Viszont vannak benne aranyhalak, ami nekem új. Mondjuk nem tudom, ki rakta bele őket. Hát ugye ez a tó, ez bármikor kiszáradhat. Nem a legjobb nekik. Többre számítottam, hogy több mindent lehet felvenni. Lehet ezért is szeretem jobban a tavaszt meg az őszt. Sokkal színesebb. De hát most ez van. Remélem azért így is tetszik majd nektek ez a videó. Valamit mindenképp megpróbálok összehozni belőle. És azt is remélem, hogy mire ez a videó kikerül, meg lesz a 4000 óra. És köszönöm szépen mindenkinek, aki segített benne, bármilyen formában is. Tényleg, szuperek vagytok. Én meg majd igyekszem sok szép videóval meghálálni nektek. Na de most indulás haza, mert még egy csomó mindent kell csinálnom. Chance to love again. Then we kinda raise and rewrite all our
felejtettem elköszönni. Sziasztok!